franciák számítanak esélyesnek, na meg Heemskerk. A mieink tehát a második futamban lesznek majd láthatók a szám világbajnokával, olimpiai bajnokával és világcsúcstartójával, Federica Pellegrinivel. Műfá majdnem elszórakozta az előfutamot, hiszen 3 tizeden múlt, hogy kicsúszson. De hát most nyilvánvalóan sokkal jobban észnél lesz. Fönt az egyesen úszik a francia, és hát Femke Heemskerk az, aki diktálja a tempót 50 méter után. Nagyjából a papírforma az azt ígéri, hogy a két francia, valamint Heemskerk végezne az első 3 helyen ebben a futamban. A két francia ott volt abban a gyorsváltóban, amelyben ugye a mieink győztek, 2 tized másodperccel megelőzve a francia kvartettet. Lüfá ott is nagyon nagy időt húzott, 1 perc 57 másodpercen belüli idő, de ez sem volt elég. Mert hogy Verrasztó Evelyn még nála is gyorsabb volt. Heemskerk és Lüfá kezd viszonylag gyorsan, ez egy viszonylag gyorsan, sokkal gyorsabban kezdenek, mint mondjuk Pellegrini délelőtt, aki a legjobb időt húzta. A kérdés az, hogy mennyire nyomják majd meg a második század, vagy esetleg megnyugodnak, és azt mondják, hogy biztosan zsebben van már a döntőbejutás. Ez nincsen zsebben az úszóruhának, úgyhogy ezt biztos nem mondják. Szóval úgy gondolkodnak, hogy akkor egy kicsit visszavehetnek, és tartalékolhatnak a fináléra. Hát egyelőre Müfának nem nagyon szabad tartalékolnia, mert hogy jönnek föl rá a középen úszók. Heemskerk még tisztán vezet. Most elindul a négyesen Patricia Castro, megpróbálja utolérni az éven álló kettőt. És itt lent a hatoson ugye Corrali Balmi. Teljesen elkészült a végén az erejével Heemskerk. Teljesen elkészült, és így Müfá nyeri a futamot egy 58-on belüli idővel. Tehát Heemskerknek nagyon-nagyon erős volt ez a kezdés, nem szándékosan engedett ki a végén. Müfában van még, ez látszik, hogy nem húzott ki mindent magából, és most nagyon-nagyon figyelt. Heemskerk viszont nagyon nagy előnyt veszített el itt az utolsó 25 méteren, és nem azért, mert kiengedett volna. Lehet látni, hogy nagyon szaporázza a tempókat, már semmi ereje nincsen húzni a vizet, ezért kell ilyen sok tempót tennie.